Csökkent a hozzátartozók közötti erőszakos cselekmények száma a Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2019-ben, míg a hatóságnak 2018-ban 105, addig tavaly 23 esetben kellett intézkednie és két alkalommal kellett ideiglenes távoltartást elrendelnie. Továbbra is jellemző, hogy a hozzátartozók közötti erőszak ugyanazoknál a családoknál, ugyanazokban a kapcsolatokban fordul elő, ahol a korábbi években is rendszeresen rendőri intézkedésre került sor. A rendőrség minden esetet jelzett a Bonyhádi Család és Gyermekjóléti Központnak, mint ahogy a településen működő iskolák is folyamatosan jelzik a szakembereknek, hogy nő az igazolt és az igazolatlan hiányzások száma, és emiatt néhány gyereknek évet is kellett ismételnie. Szabó Bélánél Széchenyi István általános iskola intézményvezető helyettese elmondta, ezek a gyerekek nem azért buknak meg, mert nem jók a képességeik, hanem azért, mert sokat hiányoznak, ami a család felelőssége. Solymosi Anita, a Bonyhádi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője elmondta, bár jó Bonyhádon a jelzőrendszer, együttműködnek velük az iskolák, a védőnői szolgálat, a rendőrség, ám az óvodákból és a gyerekorvosi rendelőkből szinte semmilyen információ nem érkezik hozzájuk a problémásabb gyerekekről, családokról. Pedig ők látják elsőként az elhanyagolás vagy éppen a bántalmazás jeleit. Ez nagyon ritkán fordul elő, hála Istennek ez a példa. Volt már ilyenünk, előfordult, de ez nagyon kevés. De beszélhetünk erről is akár, tehát ilyen is előfordulhat, de egy alultápláltság is azért sok mindent mutathat, én azt gondolom például. Solymosi Anita szerint a vezetőtől vagy a szülőktől való félelem lehet az oka annak, hogy az egészségügyi intézményektől kevés jelzés érkezik hozzájuk. Átlagban jónak mondható az együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal. Nyilván ez azt jelenti, hogy van, akivel kiemelkedően jól működik, és van, akivel kevésbé jól. Azon vagyunk mi a gyermekjóléti központ részéről és szolgált részéről, hogy ezeket megoldjuk, ezeket a problémákat, az együttműködést elősegítsük, ezért várunk javaslatokat is a jelzőrendszeri tagoktól arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt az együttműködést még jobbá tenni, és mindez természetesen a gondozott gyermekek érdekében. A jelzések száma igen, azért az egy picit mást mutat. Viszont a közoktatási intézményben megjelenő óvodai, iskolai, szociális segítők nagy mértékben segítik, elősegítik azt, hogy a problémákról mi is tudomást szerezzünk, illetve közvetítenek igazából a két intézmény között, és így az ő segítségükkel is hozzájutunk, és információt kapunk egy-egy problémás gyermekről, családról. Ami még problémásabb terület a jelzőrendszer részéről, azok az egészségügyi szolgáltatók, és itt most nem a védőnőre gondolok, mert a védőnök maximálisan teszik a kötelességüket, és maximálisan jeleznek felénk. Itt inkább a házi orvosi rendszer az, ami kicsit gyengébben működik, én azt gondolom a jelzések tekintetében. Ha a jelzőrendszer tagjai időben jelzik a problémát, például azt, hogy elhanyagolják a gyereket, baj van a családban, megelőzhetőek a nagyobb tragédiák. Minél előbbi életkorban és a probléma megjelenésekor már kapunk információt, kapunk jelzést a probléma jellegéről, súlyosságáról, akkor sokkal hamarabb tudunk intézkedni, sokkal hatékonyabban tudunk intézkedni, mint amikor már kialakul egy súlyosabb probléma. Sokkal kevesebb feladata vagy erőfeszítéseket kell tennie a családnak is, és nekünk is ahhoz, hogy az egészet ismét jól működővé tudjuk tenni. Amikor már súlyosabb problémák alakulnak ki, akkor sokkal több szakembert kell bevonni a családok gondozásába, ami azért megterhelő a családoknak is, és időben megnyújtja a folyamatot. És a gyermek érdeke az, ami mindenek felette áll. A gyerek érdekében, a gyermekek érdekében kell nekünk intézkedni, hogy ne legyen még komolyabb probléma. A Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz egyébként 2018-ban 129, 2019-ben 84 jelzés érkezett. Ezek közül a legtöbb, mint egy 33 jelzés iskolákból érkezett igazolt vagy éppen igazolatlan hiányzás miatt.